Már tudom, késtem ezzel a videóval, viszont hát most volt időm rá, úgyhogy vágjunk is bele! Csatornám támogatja a Magnetis, magneshorgászat.hu. Én nemrégiben feltett videóban elmondtam, hogy mi az általam vélt top 10-es fogás ma Magyarországon. Erről a videót ide vagy ide kattintva azt meg tudjátok nézni. Most pedig eljött az az alkalom, hogy kiegészítjük ezt a listát. Gondoltam, hogy biztos, hogy el fogok siklani valami fele, ezért írtam egy mágneshorgász csoportba, hogy ha gondoljátok, akkor küldjétek el nekem, hogy szerintetek van-e olyan fogásotok, ami be tud kerülni ebbe a top 10-es listába. És hát jött is egy jó pár fogás, amit most ebben a videóban meg fogunk nézni. Ugye most is a laptop itt előttem van, és akkor megnézzük, hogy miket küldtetek be eddig. Volt rá nagyjából 2 hónapotok írni. Takács Töki Gábor. Ő rá emlékszem, szerintem ő volt az első videóban is, tök jó dolgokat fogott, és rögtön 2 dologgal is kezdte. Az egyik egy ilyen nagy töltény, mint látjátok, egyébként pont itt van nekem is az a bizonyos töltényem, amit egyszer kifogtam az egyik videóba. Erre vagyok eddig a legbüszkébb. Ez egy töltényhüvely, bocsánat, a szakértőktől bocsánat. Te is valami hasonlót fogtál ki. Grat! A másik pedig, na menj már, Dunaföldvári híd díszeleme lehetett ez. Ez nagyon jól néz ki, ez már lehet, hogy múzeumban való darab, nem tudom. Minden esetre ez egy nagyon komoly fogás, gratulálok. Nézzük a következő képet. Ha jól látom, Csaba, te egy szivattyút fogtál ki a Balatonból. Hát remélem, hogy a Balaton vize ezek után még mindig ugyanakkor marad. Minden esetre a pulcsid az nagyon menő, úgyhogy pacsi. Nézzük a következőt. Bálint fogott egy nagyon régi vasúti kocsi csapágy fedelét, kb. Az 1920-as évekből származik. Hát ez nagyon jól néz ki, én megtisztítanám és így kitenném valahol, mert ez ilyen kis dísztárgy, szerintem nagyon jól néz ki. A következő alany Zoltán, aki wow, 1, 2 meg 5 forintosokat fogott egy zacsiba, ami egy trezor mellett volt. Amúgy az 1, 2 meg 5 forintos az mágnesezhető? Na ezt nézzük már meg. Meghoztam a tesztalanyokat, van nálam itt 1 forintos, 2 forintos, 5 forintos, és 2 darab százas, erről meg később beszélünk. Tehát nézzük meg, hogy melyik mágnesezhető. Nézzük az 1 forintost. Egyébként ezzel a picike kis Magnetisnél kapható hűtőmágnessel fogom, vagy ilyen kis mini mágnes, kulcstartó mágnes, nem tudom, amúgy nyaknászak is tök menő. Szóval ezzel fogjuk megnézni, hogy mágnesezhető-e. Nézzük az 1 forintost. Az 1 forintos az nem mágnesezhető. A 2 forintos az nem mágnesezhető. Az 5 forintos az nem mágnesezhető. Megnézzük azért, hogy működik-e a mágnesünk, van nálam egy kés, amit én csináltam. Működik, úgyhogy nem ezzel volt a gond. Úgyhogy nézzük csak már megint ezt a 1, 2 meg 5 forintos egy zacsiba a trezor mellett volt. Ezt nem igazán értem, én hiszek neked, mert látom, hogy ezek tök régiek. Hogyha benne volt a trezorba, akkor megértem, ha nem, akkor ennek a sztoriát szívesen várom, hogy ez hogy került végül hozzád. Az is lehet amúgy simán, mert velünk is történt már ilyen, hogy a mágnesnél szoktunk használni egy kampót is még mellé, és úgy dobálunk, és van, hogy ilyen szatyor akad rá, úgyhogy ez is benne van a pakliba, meg az is, hogy lehet, hogy volt benne egy olyan 100-as, amit fogja a mágnes. Na és most térjünk a 100-asra. A 100-asról azt kell tudni, hogy képzeljétek el, hogy 2019-ben megváltoztatták az összetételét, így a 2019 előttiek, azok még mágnesezhetőek voltak, mint látjátok, szépen rácsattan. Ez egyébként, ez pont egy 2019-es, úgyhogy ez még a határon volt. És van itt egy 2020-as 100 forintos, ez már nem mágnesezhető. Még annyit fűznék ehhez az egészhez hozzá, hogy egyébként a 2019 előtti nem mágnesezhető 100 forintosok nagyon ritkák, és a gyűjtők képesek többet is kiadni értük, mint 100 forint, úgyhogy nézzetek körül, hát ha van ilyenetek, és akkor akár el lehet nekik adni. Minden esetre ez a szép, amit fogtál, nagyon jól néz ki, úgyhogy megy a pocsi. Következő alany János Váradi, aki egy lime rollert fogott ki. Nekem is végre sikerült kifognom egy lime rollert, és annyira örültem neki, úgyhogy biztos neked is nagy volt az öröm. Menő. Menő, tisztítani kell a vizeket, és gratulálok neked is. Na, a következő. Csekő Sándor és barátja kihúztak egy ilyen régi Norton típusú kutat, az nem tudom, hogy mit jelent. Minden esetre ez egyébként a Magnetis boltban megtalálható, mint kiállított tárgy. Tök menőn néz ki, gratulálok hozzá. Erről eszembe jut a gyerekkorom, ez gyerekkorunk nagy energiaitala volt, mert hogy annó mi nem nagyon vittünk így magunkkal vizet, így sehova, mert mindenhol volt kitéve ilyen köztéri kút, és bármikor, amikor mentünk biciklizni vagy gördeszkázni, tudtunk inni. És egy ilyen kis lifehacket is megosztanék veletek ezzel kapcsolatban, amikor a kútnál a lenyomó cucchoz betettünk egy kis kavicsot, és akkor úgy maradt a kút, nem kellett rajta függeni. Ugye általában ebből úgy ittak az emberek, legalábbis mi, hogy egyik lábunk rajta volt a kuton, a másikkal pedig ittunk. Elég viccesen nézett ki. Na nézzük a következőt. A következő Tóth Pali, aki kifogott egy drónt, amit nem hittem el, nagyon király. Na most erről a drónos képről azt kell tudni, hogy amikor kitettem én az előző videót a top 10-es fogásról, akkor ez még nem volt kifogva, biztos, hogy bekerült volna, mert nagyon izgatott lettem, mikor megláttam, ugyanis ez egy nagyon drága drón, és a Palinak sikerült az SD kártyát beolvasnia, és rajta lévő tulajdonosáról megosztott egy fényképet a Mágnes Horgász csoportba, ahol kb. 3 nap múlva meg is lett a tulaj, így visszakerült a drón a jogos tulajdonosához. Gratulálok, Pali, ezt így kell csinálni, és hogyha ezt az előző videó előtt fogtad volna ki, biztos, hogy bekerül a top 10-es listába, mert nekem most szerintem ez a személyes kedvenceim között talán az első 5-be biztos, hogy benne van, úgyhogy pacsi! A következő képbe küldő Botont, ha jól látom, apukáddal vagy a képen, és mi ez, egy Jáva? Mert elolvassuk, egy Jáva váz, Jáva Mustang váz, azt a nagyon kemény fogás, iszonyatosan jól néz ki. Erről a jávás témáról eszembe is jutott gyerekkoromban, mindig a gyerekkoromban jövök, mint olyan öreg lennék 30 évesen. A lényeg az, hogy volt nekem is egy babettám, még nem volt jogsim, szerintem lehettem vagy 16 éves, nem tudom. Akkoriban jött ki az Üvegtigrisnél az Easy Rider öcsém rész, és nagyon megtetszett, és be is szereztem egy babettát, amit feltuningoltam, ebből a képből látszik. Nekem ez nagyon tetszett. Sajnos már nincs meg, pedig nagyon szerettem, úgyhogy ez a Jáva fogás, ez is egy ilyen szívem csücske, úgyhogy gratulálok. Kislac beküldött nekünk egy, hogy mondják ez, horgony, vasmacskát, ami, ha jól látom, tényleg ez volt az, ami a Magnetis boltban még ki volt állítva, amikor még a kamponában volt a Magnetis bolt. Nagyon menő, gratulálok hozzá, ez mindig is néztem, hogy amúgy ez tök jól jönne a csónakomhoz. Következő. Bálint azt írja, hogy kifogta az első bicikliét, nagyon örült neki, és azt hitte, hogy Győrben már nem lesz semmi fogás. Tök érdekes, amúgy egy csomószor történt velünk is az, hogy egy bizonyos helyen már rengeteget dobáltunk, vagy például megnézitek a Mágnes Horgász csoportot, és a K hídnál, a bizonyos K hídnál, aki mindenki az a Mágnes Horgászok mekkája. Tényleg a csoportnak szerintem a fele legalább ott horgászott, és a mai napig olyan dolgok kerülnek elő, hogy nem hiszem el, hogy még mindig van ott azon a híd alatt még cucc, amit ki lehet fogni. Eszméletlen dolgokat fognak ki. Az egyik nap kifogott valaki egy automotort, azt hiszem az Oliver volt az. Hát az is, én beszartam, amikor megláttam, komolyan. Úgyhogy ebből is látszik, hogy érdemes visszamenni olyan helyekre is, ahol már dobáltál, mert mondjuk lehet, hogy egy nagyobb mágnessel esetleg mélyebbre le tudsz menni az iszapba, és olyan tárgyakat tudsz kihúzni, amiket eddig nem. Nézzük a következőt. Menj már, ez egy huszárkard! Bence, mi a... Te jó ég! Ez nagyon jól néz ki! Na most tudni kell azt, hogy ez a hirdetés olyan 2 hónapja került fel, hogy küldhettek nekem dolgokat, és én azóta nem néztem meg ezeket a képeket, és most látom először, úgyhogy ez a meglepettség, ez tényleg real, mert ez nagyon durva, iszonyat jól néz ki. Gratulálok hozzá! Kíváncsi lennék, hogy ezt honnan fogtad ki, mert ez nagyon menő. Tényleg, ha esetleg elsiklottam az előző top 10-es fölött, én ezt biztos, hogy beletenném, mert ez nagyon jól néz ki. Grat! Tök jó! Következő. Barnabás azt írja, hogy Olivérékkel volt dobáláson, amikor ez a nehéz kipufogó jött neki. Azt írja még, hogy a Dunába valószínűleg egy roncskocsi lehet szétesve, mert hogy még aznap a Kislac kifogott egy lökhárítót is. Amúgy az menő, lehet, simán lehet, hogy van valami bent. A következő kép... Alejandro A mai napig nem tudom, hogy kell kimondani a nevedet amúgy. Ne haragudj! Viszont ha megnézitek ezt a srácot, iszonyat király zenéket csinál YouTube-on. Bevágok egy kis részletet, remélem nem haragszol meg érte. Ha gondoljátok, nézzetek rá. Imádom az ilyen indián zenéket, és azt írja, hogy számára a legjobb fogás egy ilyen második világháborús sisak volt. Hát ez egyértelműen nagyon menő. Én is egyszer fogtam, de ilyen jó állapotút biztos, hogy nem. Én nem is tudom, hogy ez az előző videóban miért nem került bele, bocsi, hogyha elfutottam fölötte, ez nagyon királyfogás, gratulálok érte. Így a videó végére, mivel még nincs vége a videónak, kiegészíteném azzal, hogy amióta az előző videót föltettem, és most ezt a videót csinálom, a között jött egy pár nagyon érdekes fogás, ami még szerintem bekerülhet a top 10-es listába. Ezek nem voltak elküldve abba a bizonyos beszélgetésekbe, viszont fönn vannak a mágneshorgász csoportba, úgyhogy nézzük meg ezeket is. Az egyik szerintem nagyon érdekes tárgyat Zsolt fogta, aki azt mondja, hogy ezt a sióba fogta ki, és véleménye szerint ez egy tör. Hát ez azt a rohadt. Mások azt írják, hogy nem vagyok szakértő, de szerinte ez egy 35 mm-es bajonett. Minden esetre ez biztos, hogy benne lenne a top 10-es listába, főleg így, hogy tokkal, vonóval együtt, ez itt nagyon kemény. Gratulálok hozzá, ez egy igazán szép fogás. Szóval volt még egy ilyen eset, hogy Balázs kifogott egy laptopot, hát ezen egy újra telepítés biztos, hogy ráférne. Szép fogás. Na! És akkor a következő, ami lemaradt, Rambóék. Ugye, mint tudjuk, az előző videóból ők a vidéki kommandó csapat. Azt írta, illetve mutatom közben a képeket, hogy egy ilyen kis szütyöt fogott ki, és ebbe a tatyóba egy fegyvermesternek a korábbi munkái, kiegészítői és egyéb dolgai találhatóak. Ez eszméletlen. Mutatok még pár képet, így nagyba, hogy ezt így egybe kifogni, ez egy igazi erekje. Na erre mondom azt, hogy ennek történelme van, ha ez mesélni tudna, hát ez hihetetlen. Hát gratulálok Rambó, ez egy igazán kivételes fogás, tényleg te mindig meg tudsz lepni ilyenekkel, mikor megláttam ezt a posztot, én így egyből küldtem a többieknek, hogy ezt nem hiszem el, hogy már megint te, már nézd meg, már megint a Rambóék. És ezért szeretem ezt a hobbit, mert egyrészt környezettudatos, másrészt sose tudod, hogy mit foghatunk. Nem olyan, mint a horgászat, hogy bedobod, és akkor jobb esetben halat fogsz, rosszabb esetben meg csak a botot, hanem itt egy csomó olyan dolgot lehet találni, amire egyáltalán nem számít az ember, mint például ez is. Úgyhogy szerintem ezzel be is fejezem ezt a videót. Nagyjából ennyi fogás érkezett. Jött még egy-két fogás, ne haragudjatok érte, de azokat sajnos nem tudom betenni a videóba, mert a YouTube letiltaná, vagy egy-két olyan dolgot megszegnék, amit nem szabad. Úgyhogy elnézést kérek érte, de szerintem ez is elég érdekes volt, tök jó fogások jöttek. És arra gondoltam, hogy ha érdekel titeket ez a téma, akkor megnézhetnénk külföldön is, hogy mik a legjobb fogások. Ha gondoljátok és érdekel, akkor írjátok le kommentbe, hogy várnátok-e ezt a videót. Úgyhogy ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, ha szeretnél, iratkozz fel, és akkor találkozunk a következő videóban. Viszont ha ezen kívül is szeretnél minket támogatni, elérhető most már a csatorna tagság funkció. Link ott lesz a leírásba, azon belül pedig egy videóban mindent elmondok, ami ezzel kapcsolatos. Sziasztok! Csatornám támogatja a Magnetis, magneshorgászat.hu.